Köszöntöm nézőinket, önök az ATV híradóját látják, Köböl Anita vagyok. Brüsszel kiszolgálóiként ábrázol több ellenzéki politikust a Fidesz új plakátkampánya, amelyben már Magyar Péter is szerepel. Beindult az adok-kapok a főpolgármester jelöltek között, akik be nem tartott ígéretekkel vádolják egymást. Az amerikai képviselőház megszavazta a 95 milliárd dolláros katonai támogatást Ukrajnának, Izraelnek és Tajvannak. A Mi Hazánk mozgalom is összegyűjtötte az európai parlamenti listaállításhoz szükséges 20 ezer aláírást, jelentette be híradónknak a párt elnök helyettese. A DK-tól azt a választ kaptuk, hogy a jövő hét végén összesítik az aláírásokat. Mindeközben elindult a Fidesz új plakátkampánya, amelyen ellenzéki politikusok az Európai Bizottság elnökének szolgáiként szerepelnek. Amikor Brüsszelnek követelése van, csak csengetnek egyet, és már is ott teremnek az alázatos szolgák. A Fidesz új kampányában ezek a szolgák Gyurcsány Ferenc, Karácsony Gergely, Dobrev Klára és Magyar Péter. A hirdetés az interneten és az utcákon egyaránt megjelent. A Századék politikai elemzési igazgatója szerint a plakáton szereplő Ursula von der Leyen a magyar közvéleményben egy népszerűtlen politikus, a magyar politikusok pedig azok, akiket szerinte 2022-ben külföldről pénzeltek, bár Kiszeli Zoltán hozzátette, hogy Magyar Péter esetében még csak a gyanú merült fel. A plakátnak szerintem ez a fő üzenete, hogy ezek a politikusok kevéssé a magyar emberek, hanem sokkal inkább a külföld döntéshozatali központjainak, így Brüsszelnek az érdekeit képviselik Magyarországon, és nem a magyar emberek érdekét akarják képviselni Brüsszelben. A publikus elemzője viszont úgy látja, azt leszámítva, hogy felkerült a képre Magyar Péter is, nem történt nagy újítás a korábbi plakátkampányokhoz képest. Ugyanakkor Kálló Dániel kiemelte, az figyelemre méltó, hogy Magyar Péterhez jelenleg a háborút társították. Ez azért érdekes, mert az elmúlt két hónapban folyamatosan új módon próbálja keretezni Magyar Péter személyét, tehát volt ő már focista feleség, volt ő már abuzív ex-férj, dollárbaloldali, ex-jobboldali, és politikai kommunikáció szempontjából nem kifejezetten hatékony és hosszú távon kifizetendő az, hogyha egy személyhez ennyire sok jelzőt próbálnak kapcsolni, mert könnyen lehet, hogy mindegyik lepereg róla. Mindeközben javában zajlik az ajánlásgyűjtés is, a pártok pedig mind nagyon bizakodóak. A Fidesz és a Tisza párt már az első nap bejelentette, hogy megvan a 20 ezer aláírása. Az európai parlamenti választási listához szükséges ajánlásokat már összesikerült gyűjteni a Mi Hazánk mozgalomnak, és mindenhol az országban gördülékenyen elindult az ajánlásgyűjtés. A Jobbik, illetve az LMP estére ígért számokat. Az a visszajelzés, hogy nagyon sokan támogatják azt, hogy legyen egy valódi zöld alternatíva országszerte az európai parlamenti választáson, és nagyon sokan jönnek oda hozzánk úgy ajánlani, úgy adni ajánlásokat, hogy támogatják az LMP-t és támogatják az LMP zöld listáját. Elképesztően nagy az érdeklődés Róna Péter vonatkozásában. Az emberek értik azt, hogy miért fontos egy köztiszteletben álló, Oxfordban jogász, közgazdász, professzorként dolgozó, és alapvetően pártpolitikai, pártideológiai határokon átívelő embert indítani egy pártnak listavezetőként. A Demokratikus Koalíció viszont csak a jövő hét végén összesíti az aláírásokat. Az biztos, hogy több mint 1000 aktivistán gyűjti az ország minden településén és minden szegmensében, minden pontján az aláírásokat, úgyhogy nagyon lelkesek, akik jönnek hozzánk aláírni. Az EP választáson azok a pártok állíthatnak listát, amelyek május 3-áig 20 ezer érvényes ajánlást gyűjtenek össze. A Fidesz-KDNP adta le elsőként az európai parlamenti választáshoz szükséges 20 ezer aláírást a Nemzeti Választási Irodában, amely hivatalosan nyilvántartásba vette a pártszövetség listáját, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hétfőn a Facebook oldalán. A tét óriási: háború vagy béke? Védjük meg Magyarország békéjét és biztonságát. A munkát végezzük el, a harcot vívjuk meg, és győzzünk, ahogy szoktunk, fogalmazott Mencer Tamás. Hozzátette, nekünk Magyarország az első. Balog Zoltán volt miniszter, jelenlegi református püspök szűk körben március első felében arról beszélt, hogy menteni próbált egy református lelkészt is, akit el akart vinni egy pályázati elszámolás miatt a rendőrség. Legalábbis egy gyülekezeti lelkész főgondnoki konferencia leíratából ez derül ki, amelyet a 444.hu szemlézett.
Azzal kapcsolatban, hogy kiről is van szó, illetve mit tett végül Balog, a portál megkereste a püspököt, ám választ nem kapott. A kegyelmi ügyben játszott szerepéről a leírat szerint Balog Zoltán azt mondta, idézem, ha valaki úgy gondolja, hogy valaki egy konkrét ügyben, amiért valaki súlyosan megbűnhődött, méltatlan büntetést kapott, egyébként is nem úgy bűnös ember, ahogyan kimondta a bíróság, még ha ezzel ítéletet nem is kérdőjelezünk meg, akkor az a dolga, hogy kegyelmet kérjen, ha erre van lehetősége. A programok helyett az egymásnak feszülés uralja a budapesti főpolgármester választást. Szentkirály Alexandra és Vitézi Dávid a be nem tartott ígéreteket veti Karácsony Gergely szemére. A főpolgármester viszont vetélytársai programját és azok megvalósíthatóságát vonja kétségbe. Azt látom, hogy abból a programból, amit vállalt, sokkal több olyan ígéret van, amit nem teljesített, sőt meg sem próbált, mint amennyit igen. Az ötletek és víziók lassan a háttérbe szorulnak. Leginkább az egymásnak feszülés uralja a budapesti főpolgármester választást. Vitézi Dávid két napja meghirdette a 101 pontos programját, amelyet Karácsony Gergely ígéret-cunamiként értékelt. Számos dolgot felrót Vitézinek, aki 2010 és 2014 között a BKK vezérigazgatója, majd 2022-ben államtitkár volt. Ott van például az elektronikus jegyrendszer. Ja, az nem valósult meg, az bedőlt, futunk rajta 10 milliárdot, de ott van az új közlekedési múzeum. Ja, az se épült meg, csak lebontották a régit, és az újnak a tervezésére elköltöttek 16 milliárdot, és aztán nem valósult meg belőle semmi. Vagy ott van az ötös metró, amit Fürjes Balázsa már elkezdte fúrni a múzeum körúton. Vitézi Dávid viszont úgy látja, a főpolgármester az, aki sokat ígért, de nagy részük a kútba esett. Ő az ígéreteinek a 70%-át nem teljesítette ebben a ciklusban, 135 ígéretéből 93 nem teljesült, és mutogathat mindig másra, panaszkodhat mindig mindenkire, de ezek között az ígéretek között szép számmal van olyan, aminek a teljesítésében senki nem akadályozta meg. Az LMP és civilek jelöltje még gyűjti az aláírásokat, de már olyanok ajánlását is begyűjtötte, mint Őrsi Gergely, aki a második kerület szocialista polgármestere, holott az MSZP Karácsony Gergely támogatja. A programját elolvasva pedig nem nehéz felfedezni azokat az egyezőségeket, ami akár az én 2019-es programomban volt, akár ő. Én Vitézi Dáviddal bármilyen pozíciójában azt hiszem, hogy jól fogok tudni együtt dolgozni. Indul a Kamuméter. A Kamuméter után Szentkirályi Alexandra a Facebookon is külön sorozatot indított. A Fidesz jelöltje naponta egy általa hazugnak tartott karácsony ígéretet fed fel. Nemrég 7 pontos programot hirdetett, amely a 2015-i világot számolná fel a Városházán. Szentkirályi Alexandra végre meghirdette a programját, és végre tudok reagálni mindarra, ami abból konkrét, kézzelfogható és konstruktív. Köszönöm a figyelmet! Szentkirályi Alexandrát nem lepte meg, hogy elállt a főpolgármester szava. Híradónknak azt mondta, ő is hallgatna egy olyan teljesítménnyel, mint amit Karácsony nyújtott az elmúlt 4,5 évben. A 7 pontos tervem, amire így reagált kapcsán, nem meglepő az a némasság, mert ennek az első pontja az volt például, hogy ki fogom szabadítani Budapest a Gyurcsány fogságából, és éppen a főpolgármester úr az, aki beengedte Gyurcsány Ferencet és az ő korábbi bukott harcostársait a Városházára. A budapestiek június 9-én döntenek arról, hogy kivezesse a fővárost a következő 5 éves ciklusban. Befogadta az Európai Unió Bírósága azt a pert, amelyet 6 alapítványi egyetem az Európai Tanács 2 éve hozott határozata ellen indított, ami kizárta ezen intézményeket az Erasmus programból. Árult el a Népszavának Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. A Magyar Alapítványi Fenntartású Felsőoktatási Intézményekkel való együttműködést azért tiltották meg, mert a bizottság nem látta biztosítottnak az intézmények autonómiáját és transzparenciáját. 6 egyetem közöttük a Semmelweis tavaly beperelte az EU tanácsot a határozat miatt az uniós bíróságon. A bírák 2 hete befogadhatónak minősítették a keresetet. Merkeli Béla arról beszélt, hogy a Semmelweis a kizárás miatt több 10 millió eurót, tehát milliárdokat veszített. Megszavazta az amerikai képviselőház azt a 95 milliárd dolláros segélycsomagot, amelyben Ukrajnát, valamint Izraelt és Tajvant is támogatják ezen országok hadseregeinek megerősítésében. A legnagyobb részt Kijev kapta. Több mint 60 milliárd dollárral segíti majd az Egyesült Államok Ukrajnát. Az erről szóló törvényjavaslatot szűk 5 szavazatos többséggel szavazta meg a képviselőház.
Izraelnek pedig 26 milliárdos segélyt küldenek, amiből több mint 9 milliárdot humanitárius célokra szánnak. A demokraták egy csoportja az Izraelnek küldött segélyt ellenezte, több mint 110 republikánus pedig az ukrán segélyt kifogásolta. Az amerikai adófizető már eddig 113 milliárd dollárt küldött Ukrajnának, aminek egy nagy részével nem tudnak elszámolni, hogy mire költötték. Ez csak egy beteg üzleti modell, amivel az amerikai kormány pénzeli a hadipart. De az amerikaiak nem támogatnak egy olyan üzleti modellt, ami vérontásra, gyilkosságokra és külföldi háborúkra épül, mondta Marjorie Taylor Greene. A Kreml szóvivője bírálta az amerikai támogatást. Ezeknek az összegeknek a jelentős része az amerikai hadiiparban marad, és utána adóznak az államnak belőle. Úgyhogy most Ukrajnának az utolsó ukránig kell harcolnia, hogy profitot termeljenek az amerikaiaknak, miközben eladósodnak. Az Egyesült Államoknak ez a kedvenc gyarmatosító politikája, vélte Dmitri Peszkov. Egy maroknyi republikánus képviselő a házelnök eltávolításával fenyegetőzött a törvényjavaslat miatt. Mike Johnson azonban megvédte a segélycsomagokat. A három legfőbb ellenségünk Oroszország, Irán és Kína együttműködnek, és a világ több pontján agresszívak. Ezért kellett lépnünk. A képviselőházban elfogadott törvényjavaslatokban pedig a feltételek között szerepel a nagyobb elszámoltathatóság Ukrajna felé, és kikényszerít egy stratégiát az ukrán háború végére, mondta a házelnök. A csomag Tajvannak és a Csendes-óceáni térségnek további több mint 8 milliárd dolláros segítséget nyújt. A híradónknak nyilatkozó szakértők úgy vélik, Ukrajna hetek alatt megkaphatja a támogatást, és akkor fellélegezhetnek az ukrán védők, akiknél már nagyon fogytán a lőszer. A segély nagy része amerikai fegyver vagy fegyveralkatrész lesz, de jut majd pénzügyi hitel is Kijevnek. Ez egy nagyon várt küldemény. A támogatás fő célja, hogy Ukrajna ne veszítsen több területet és sikeresen tudjon védekezni az orosz invázióval szemben. A szállítmány legkésőbb pár héten belül megérkezhet Ukrajnába. Itt azért elég sok minden elfogyott már, tehát az ukránok abban a helyzetben vannak, hogy ha ez nem került volna most elfogadásra, akkor nagyon súlyos veszteségeket szenvednének. Így ezzel gyakorlatilag megerősödik valamelyest a védelem, meg tudják állítani azt az ellentámadást, amelyet az oroszok az utóbbi időben végrehajtottak és végrehajtanak most is. Nógrádi György úgy véli, miután Ukrajna megkapja a segélyt, a fronton még intenzívebb harcokra kell számítani. Ma a NATO jelszavazza, ezt a háborút Oroszország nem nyerheti meg. Én rögtön hozzátettem, Ukrajna sem. Bármennyi fegyvert kap Ukrajna, a fronton nem lesz kiegyenlítődött helyzet. Oroszország átállt hadigazdaságra, az orosz ipar ontja a fegyvereket. Ebben a felállásban Ukrajnának arra, hogy katonai győzelmet arasson, bármennyi támogatást kap, nincs esélye. Ukrajna megkaphatja a nagy hatótávolságú amerikai ATACMS rakétákat. A megszavazott segélyről Bendarzsevszki Anton azt mondta, a 61 milliárd dollárnyi támogatás több, mint amit Ukrajna eddig évente kapott az Egyesült Államoktól. Ukrajna most megkapja azokat a tüzérségi lőszereket, megkapja mondjuk azokat az alkatrészeket az amerikai fegyverekbe, megkapja a légvédelmi rakétákat, amelyekre nagy szüksége van, hiszen az elmúlt hónapokban ezek a készletek kimerültek. Egy része amerikai készletek pótlására került, tehát 23 milliárd dollár ebből a csomagból, arra kerül elköltésre, hogy az Egyesült Államok pótolja mindazt, amit az elmúlt évek során elköltött vagy eladogatott. Tehát közvetlenül katonai támogatás Ukrajna irányába valahol 26-27 milliárd dollár lehet. A szakértő hozzátette, ezen kívül van egy része a csomagnak, több mint 9 milliárd dollár, amit pénzügyi támogatás formájában kap meg Ukrajna. Ennek egy része hitel. Ellenőrizheti a belügyminisztérium, hogy tényleg bent fekszenek-e a betegek a kórházban, illetve hogy az orvosok és a szakdolgozók bent tartózkodnak-e, írta meg a Válasz Online. Az RTL híradónak nyilatkozva Szijjártó László, a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron vármegyei elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az ellenőrzés nem oldja meg a szakember hiányt vagy az alulfinanszírozottságot.
Sós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke pedig közölte, a jelenléti éveket is vizsgálni kellene, mivel most szerintük havonta átlagosan egy műszaknyi túlórát nem fizetnek ki a dolgozóknak. A felújítandó családi házak keresettebbek lesznek a piacon az új otthonfelújítási program miatt, de jelentős áremelkedést nem várnak ettől az ingatlanpiaci szakemberek. A felújított ingatlanok értéke Budapesten harmadával nagyobb, mint a felújítandóké, míg vidéken ennél nagyobb is lehet az árkülönbség. Az ingatlan adottságaitól és a helyszíntől függően akár több 10 milliós is lehet az eltérés az árakban. Az éppen pangó hazai építőipar pedig élénkülést vár a programtól. A felújítási támogatástól 20-25 ezer ingatlan megújulását várja a kormányzat. A híradónknak nyilatkozó szakember ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, egyelőre nem tudják, hogy a támogatás milyen gyorsan fog a piacra érkezni. A programba bevonható felújítandó ingatlanok árkülönbsége jelentős. Kelet-Magyarország azért egy kicsit kiemeltebb lehet, hiszen a jövedelem viszonyok itt elmaradottabbak az országos átlagnál, ezért magasabb lesz a támogatási összeg, és ráadásul kedvező áron is találhatnak a keresők ilyen típusú családi házakat. Tehát elsősorban a kelet-magyarországi területeken biztos, hogy felhajtó erővel lesz az ingatlanpiacon, de Nyugat-Magyarországon és Budapest környéken is lehet majd találni olyan ingatlanokat, amelyek árérték arányban már megfelelőek lehetnek a felújítandó összeggel együtt. Egy jó vételre. Tekintettel arra, hogy a rossz állapotú kádárkockákra van leginkább kihegyezve a program, a támogatás területenként eltérő mértékű. Az átlagon felüli jövedelemmel rendelkező járásokban kisebb összegű, 2,5 millió forintos a visszanem terítendő támogatás, ez vonatkozik majd például a budapesti ingatlanokra is. Azokon a területeken, ahol viszont az országos átlagnál kisebb a lakosság jövedelme, ott nagyobb összegű az a pénz, amit nem kell visszafizetni, vagyis ott 3,5 millió forintot törleszt be a hiteltartozásba az állam. A 3,5 milliós járások közül leginkább a sarkadi, mezőkovácsházi, valamint a bácsalmási járásban járhatnak a legjobban a tulajdonosok, mert itt az átlagos négyzetméter ár 78-91 ezer forint körül mozog. Az ingatlanpiaci szakértők szerint a programban felújított ingatlanok árnövelő hatása később lesz érezhető, mert várhatóan korlátozni fogják az állami támogatással felújított ingatlanok értékesítését. Elegendő anyag és kivitelezői kapacitás is rendelkezésre áll, ebből összesen körülbelül 30 ezer otthont lehet felújítani. Átlagosan 8 és 10 millió forintba kerülhet, ha mindent meg akarunk építeni. Jó időkben 250 ezer lakás felújítására alkalmas az építőipar, mivel nincs elegendő megrendelés, most körülbelül 20%-kal kevesebb otthonfelújításon dolgoznak a mesterek. Az év második felében 5-7%-os építőanyag áremelkedést prognosztizálnak, de nem az otthonfelújítási program, hanem a várható költségnövekedések miatt. Mintegy 20%-os emelésre számít a társasházkezelői szakma, mondta el az Economics-nak a Társasházi Számvizsgálók Országos Egyesületének elnökségi tagja, aki szerint a becslés alapja, hogy az építőanyagok árai az egekbe szöktek, és sok az olyan immár halaszthatatlan felújítás, amelyet az eddigiekkel ellentétben már nem tudnak megúszni a társasházak. Híradónkat követően pedig nem sokára kezdődik, vagy éppen folytatódik a fórum. Ezúttal is várja az önök hívásait Szlazsánszky Ferenc, aki már ott van a stúdióban. Szervusz Feri, mely témákban lehet téged hívni? Szervusz Anita, köszöntöm a kedves nézőket. Témáink változatlanok. Két választás kampánya is megkezdődött szombaton, úgyhogy beszélhetünk erről, vagy arról, hogy még mindig nem tudjuk, hogy miért kapott kegyelmet Novák Katalintól K. Endre, és erre Lázár János is nagyon kíváncsi, illetve beszélhetünk az ukrajnai háborúról, vagy a közel-keleti válságról, vagy bármi egyébről. Érdemes tehát továbbra is az OTV-vel maradni. Én köszönöm szépen a figyelmüket, tartsanak velünk tehát a nap hátralévő részében is. Holnap reggel ezúttal Emily és Balázs várja majd önöket, csütörtökön jövök, addig is viszontlátásra.